Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, aki több évadon keresztül 2013-ig az EGRI kaput védte. Most Nyitrai Zsolt Eger és térsége országgyűlési képviselője kereste meg a legutóbb Kaposvár színeiben sportoló Szécsit, hogy közösségi oldalain, valamint a város programjain való személyes részvétellel járuljon hozzá Eger turizmusának növekedéséhez. A kapus megfogalmazása szerint régóta visszahúzott a szíve, a Dunántúlon már korábban jelezte, hogy visszatér a Hevesi megye székhelyre. Nagyon remélem, hogy a végén, amikor egy évet lezárnak, akkor azt mondják, hogy ez jó, tök jó dolog, hogy a Szécsi Zoli jött, mert x-el nőtt a turizmus, x százalékkal, x vendégészakával, bármivel, hogyha én tényleg hozzá tudok járulni ahhoz, hogy ez a város népszerűbb legyen, akkor nagyon örülök. Aki rövidebb, hosszabb ideig Egerben él, az végérvényesen egrivé válik, mondta a Szécsi Zoltán bemutatásakor Martonné Adler Ildikó a polgármester. Zoli a sportban ért el nagyon figyelemre méltó és tiszteletre méltó eredményeket, de tudjuk azt, hogy a sport és a kultúránk része, és soha jobbkor, mint most tért vissza hozzánk, hiszen az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím eléréséért küzdünk, és azt gondolom, hogy az ő munkája is hozzájárulhat ahhoz, hogy sikeresen pályázzunk. Nem az új feladat az egyetlen, amellyel a város elismeri Szécsi Zoltán érdemeit, a sportember már 2008-ban megkapta Eger díszpolgári címét.